idiót a főnököm, már meg elment rodeózni a Subaru-val, az kigyújtotta a csirketelepet. Szubarús délutánt csinálunk most nektek, hogy egy kicsit élvezzük, úgyhogy Tamáson kapaszkodj.
Az idióta főnök, a már elment rodeózni a Subaru-val, az kigyújtotta a csíkeszelepet. Mindjárt hívom a tűzoltókat. Menj az ő számon, 05. Halló? Ha, üdvözlöm. Ja, éljük a górét a csíkeszelepen. Az egyik melósom elkészítette a Subaru-t. Az hát addig brümmögtetett ott hátul, mikor rodeózott, hogy valami balaszalmákat ott elkezdett kerülgetni, meg puk-puk-puk-puk-puk. Toktatott ott a bubuval, azt... Halló? Menj már arrébe, nincsen térerő. Nekem van, nekem ötöset jelzett. Ja, na még egyszer, a csíkeszelepe. Ott... Mondom, hogy ég a szalma. Azt hisz, hogy viccelek. Jöjjön kifele, jöjjön. Önkéntesek. Csak öreg autó van, nem baj, csak szóljon valamit intézen. Köszi, halló. Csakó! Viszhal! Oh, mindig a gumi van. Nem bűnök ezek magukkal. No. Ma már a második tűzete! Mezőgazdaság folyik. Sikeresen eloldottuk, csak a vállázók én köpülök, de most még a csirketelepen valami béke gyereknek itt elkezdett valamivel fogadjunk rodeózni, sose bír magával, úgyhogy remélem nem égne az egész kóterájt, hogy ilyesünk eloldani a tüzet. Ez az állat mindig kitalált, akkor most lemossam a Subaruját is. Gyere még a seggeret meg kell mosni! Megöltem! Halló! Hát ez egy kis tüzes nap volt. Megint kiakadt a térdem, de az olyan volt, mint a kávé 3-1-ben, vagy 2-1-ben, úgyhogy köszönöm szépen, körülmentél a Subaru-n? Aha, jó. Szép tiszta. És amivel locsoltál, az mi? Az egy
Hanyas évrátó Opel Blitz, 1972-es Opel Blitz, ma lett friss műszakiztatva, Gabi vizsgáztatta le újra. Hallod, fordulj már meg, még már vonalkorosan a drágot. A pucsíts már be... Tekert, barom. Na mi? Lefele jött? Milyen ez a tűzoltóság? Tudnám. Nem húzom, tényleg nem húzom. De tudnám neked. Figyelj csak, így jön lefele. Figyelj csak, ilyen könnyen jön lefele. Ha te kerjed, ha megvetted. Ezt már kipelőbb, nem évettem. Mi bálók lesz, vagy mi? Azon már túl van szerintem. Egy új cipő. Egy új cipő, hülye. Hát, meg van törve. Egy új csizba. Húzzad meg. Jó van, ez már kibaszta. Várjál, hagyd te kérjem ki, mert tényleg is van csavarodik. Igen, amikor vettem egy buszt, igen, volt egy régen egy szóváltás. Drágám! Ez rendesen begyulladt, hallod? Ez a oldalról rendesen ég. Majd elalszik ott vele. Drágám, vennénk egy csizmát. Persze a szívem. Miért mondtam könnyen rá igen? Mert én még vettem egy buszt. Várjál, mert nincs letörölve, bazd. Röhögsz, bazd. Mondd meg. Pedig hoztam neked citromos sört meg. Azért segítek, látod? Oh, már ez. Már az volt a második a kémény. A héjétlen citromos sört. Olyan, mint a fejnétek. Oh, a bimból majd behűcsötted, he? Így fog állni reggel. Hát mert ha más nem tud, mi? Igen, megkupollak. Tekerjed már, teker, Johnny. Neki, látod, ha jól csinálod, jó. Tehénél is így van, nem? Egy kis kötje. Úgy, úgy. De én nálam kamera van. Ezek kupolva bakják. Ezek amik lehúltak? Honnan jött ez a vasdöröd? Az itt volt. Igen? Jó, azt ki kéne venni. Húzzad már! Hát te fel lefele! Húzzad! Hát lefele, hát nem is fogom! Don Tonio! Este már nem kell legalább fürdened. Ki van mosva seggé? Végre egyszer le. Hónap úgyis meg az urolónkodnak. Ez ilyen előjáték volt akkor a nagy nyomású?
Döntés. De ez kurva öröm, jól van valahogy. Oké. Okay. Na. Oké, okay, akkor... Hát ez egy izgalmas, belőig nedves nap volt. Köszönöm szépen, köszönöm Gabikám, neked köszönhetjük, hogy ezt a blitzet elhoztad. Bean, Mr. Bean. Hát neki. Igen, Mr. Binney egyébként az autó, ő most Ausztriában van, ő is egy veterán gyűjtő, hajdonállási őrült ember. Hát, szerintem ez egy szép kis benzines Verda, szalad, megy, van benne egy kis bont. Szentkérfej, hogy miért nem tudom. De élvezhető kis hétvégi családi autó. Klímával van, szivattyúval, mellékhajtással, hatszemélyes hátul ágy. Ágya van felszerelve, rádióval, szirénával felszerelve. Első tulajdonos, második, harmadik. Szavaztok! Ez a legújabb csengő szong.